Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Arekito számára. Kedves Arekito, üdvözöllek téged. Te szeretnéd tudni, hogy ő mit akar, és azt most megnézzük ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Hamisságok vannak a háttérben, hazugságok, csalások, az anyagiakat illetően is, mert itt láthatók az érmék és az utal pénzügyi ügyekre. Mi a terve? Ezt mutatja itt ez a kép. Itt van egy ilyen húzavona, és azt ő le akarja zárni. Ő szeretne valamit megváltoztatni. Ez a kép gyakran utazást, vagy egy látogatást külföldről jelent. Itt még vannak korlátozások, de ezt ő megoldja. Mi áll a középpontban, azt mutatja itt a nap. Az a világosságot jelent, valamit szeretne tisztázni, és szeretni tudni a valóságot. Azon kívül jelenti az augusztus hónapot is. Itt lesz egy találkozás, egy utazás, talán egy közös utazás kettőtök között. Van valaki a háttérben, aki őt befolyásolja. Itt van egy találkozás ezzel a hölgyel, de a 9-es szám korlátozásokat mutat. Azt is jelentheti, hogy itt emlékei vannak, és ez a hölgy találkozott más férfiakkal, és mivel ő ezt átélte, és erre visszaemlékezik, itt vannak nála ezek a korlátozások, nem csak az, hanem itt van egy kihívás is, küzdelem, vita, veszekedés ezzel a hölgyel. Mi változik nála? Azt mutatja itt ez a férfi, és nagyon-nagyon magabiztos, és ilyen lépéseket fog tenni. Tehát ő a kezébe veszi a dolgokat, és uralkodni fog az élete felett, az érzelmei felett, a gondolatai felett is. És hogy érzi magát jelen pillanatban, mi foglalkoztatja őt, itt látható egy hölgy, viszont a kártyáknak van szimbolikus jelentése. Ez mutatja az ő tartását. Ő kinéz az ablakon, és mit lát? Egy falat. Egy fal van előtte. De ez nem szép, ez a fal. És ő itt keres egy kiutat. Ez a kép mutatja a vágyakat, de van benne egy kis szomorúság is. És hogy tekint rád? Itt ez a kép adja meg a választ. Itt vannak ezek az arany érmék, ezek értékeket mutatnak, nagyon nagy értéket. És ő becsül téged. Ez a kép itt mutatja a nyilvánosságot. Lesz egy meghívás, vagy bemutat téged az ő baráti körének. És mit tudsz tenni? Légy várakozó. Ne érezd magad így szükösen. Számodra kell a levegő, a fellélegzés. Bízz abban, hogy ő cselekszik. És figyelj erre a kártyára. Ő itt van, és figyel téged. Akkor is, ha nem mondja, és nem beszél érzelmekről. A jövő itt látható. Bízz magadban, a fellépésedben, a külsődben, a nőiességedben, ő imádni fog téged. Én most megkérdezem az ingát. Van arra lehetőség, hogy kialakuljon köztetek egy párkapcsolat? Igen, nem, vagy minden olyan bizonytalan. Amennyiben az inga jobbra mozdul ki,
akkor az azt jelenti, igen, megvan rá az esély, mert ő szeretne veled egy párkapcsolatot kialakítani. Ha az inga balra fordul ki, akkor ő nem akar párkapcsolatot. Amennyiben az inga megáll, akkor úgy megállnak az események, és nem lehet tudni, hogy mi következik. Itt lesz egy párkapcsolat, amennyiben te szeretnél vele együtt élni. Most áttérek az asztrológiára az indiai számítás szerint. Az asztrológiai területen van 12 ház, vagy 12 életterület. A te horoszkópodban az első ház az a nyilas jegyében van. Ez az első ház mutatja a te külsődet, a fellépésedet, a személyiségedet. A nyilas az a tűz eleméhez tartozik és mozog, tehát mindig kell valami mozgás. A nyilas jegye összekötetésben áll utazásokkal, külfölddel, külföldi kapcsolatokkal, ezt te személyesen átéled. Ez az utazás lehet egy belső út is. A nyilas mutat egy irányba, mégpedig a központ, a mi galaxiánk centruma, a tejútnak a központja. Spirituálisan ez azt jelenti, itt vannak a tervek, a vágyak, az álmok. Ha vannak terveid, elképzeléseid, akkor megvan a kiút, akkor tudod, hogy milyen irányba hoz döntéseket. A te horoszkópodban itt van Ráhú, a felfele haladó holdcsomó. Ez a felfele haladó holdcsomó mutat számodra egy életutat, amit a te lelked kiválasztott, de még nem ismer. Ismeretlen. És itt fontos, hogy kialakítsd a te személyiségedet, hogy azt kimutasd, és azt éljed is. És utal külföldi utazásokra, kapcsolatokra. A második életházban vannak a vagyoni dolgok, pénzügyi ügyek és az értékek. Itt van nálad a bak jegye és Vénusz bolygó. Vénusz bolygó mutatja te nőiességedet, a szerelmi kapcsolataidat, és az számodra értékes. Te, mint hölgy, te is értékes vagy. Jelen pillanatban itt mozog Szaturnusz bolygó, a bak jegyében idén, és még jövőre is. Itt lesznek sorsdöntő fordulatok, az anyagiakat illetően, és a párkapcsolatot illetően. De még visszatérve az első életházra, a nyilas jegyére, ott mozog jelen pillanatban Kétú, a lefele mozgó holdcsomó, ez év októberéig, itt vannak kármikus témáid, amit téged személyesen érint. Nem csak Kétú mozog itt, hanem Jupiter, és Plutó bolygó, és mindkettő visszatekintő kármikus témáid vannak itt, a múltadra utal, de megvan arra lehetőséged, hogy most kibővíts valamit, mutasd a belső erődet. A harmadik életházban van az élet iskolája, itt van nálad a vízöntő jegye, és Merkur bolygó, és Jupiter bolygó. Itt tanulsz valamit, természetesen mutat képzést is, vagy azt, hogy a te tudásodat közlöd másokkal. A Jupiter bolygó itt neked szerencsét hoz, és a Merkur energiájával tudod közölni azt, amit szeretnéd, nagyon gyorsan tanulsz, jó ötleteid vannak. A negyedik életház az a mélypont a horoszkópban,
az mutatja az őseinket, azt, hogy honnan jöttünk, de azt is, hova tudunk legyökerezni. Mutatja az otthonodat is. Itt található a halak jegye. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik. A víz eleme utal az érzelmekre. Ebben a jegyben kettő hal van. Az egyik irány az a félelmek, a másik pedig a bizalom, az erő és a szeretet. Nálad ez fontos, hogy legyen egy otthonod, ahol megtalálod a nyugalmadat. De kell ez a belső otthon is. Ügyelj az érzelmeidre, tedd át magad a félelmeken, és bízz abban, hogy minden rendeződik. Az ötödik életházban vannak a gyermekek, a gyermekkori emlékek, és itt van az élet színpadja, amit te alakítasz ki. Itt található nálad a kos energiája. A gyermekkorod nem volt könnyű, itt voltak mindig kihívások. Itt ebben az életterületben nincs bolygó a horoszkópodban, viszont Uránusz van itt a kos jegyében az indiai számítás szerint. Nem csak most, hanem a következő években is itt lesz nálad változás. A hatodik életházban van a bika jegye, azon nyugodt, szereti a kényelmet, és ért a pénzügyi dolgokhoz is. Itt a hatodik életházban munkáról van szó, itt van nálad a Mars bolygó, az mutatja a te erődet. Mars bolygó itt a hatodik életházban nem csak a te erődet mutatja, hanem lehet egy találkozás is. Ebből vagy barátság alakul ki, vagy egy párkapcsolat. Az lehet az ő munkahelye is. A hetedik életházban van az ikrek jegye. A horoszkópodban itt van Szaturnusz bolygó és Kétó, a lefele mozgó hold csomó, amely egy kármikus utat jelent, amit te ismersz. Mert ez a múltad, mind az, amit átéltél a korábbi életedben. Ez a hetedik életház a párkapcsolatot mutatja. És itt van egy ilyen kármikus út, vagy valaki visszatér az életedbe a múltból, az előző életedből. Nem csak Kétó utal erre, hanem Szaturnusz bolygó is, mert Szaturnusz bolygó kihat a sorsunkra, és őrzi a kármikus témákat. A nyolcadik életházban van a transformáció, itt van nálad a rák jegye, de nincs benne bolygó. A kilences életház az külföldet mutat, ott van az oroszlán jegye, de nincs bolygó a horoszkópodban, itt ezen az élet területen. A tizedik életház a legmagasabb pont a horoszkópban, az mutatja célokat, a hivatást, a nyilvánosságot, az elismeréseket. Itt található nálad a szűz jegye és Plutó bolygó. Plutó bolygó visszatekintő, itt vannak neked kármikus emlékek, lehet, hogy korábban, a korábbi életedben, így a nyilvánosságnál voltál, meg mindenki elismert téged, és kaptál elismerést, de most a szüzek jegyében, itt a tízes életházban neked ez nem fontos. Amennyiben hivatásról van szó, a szüzek jegyénél gyakran gyógyító erő van. Ez lehet a te hivatásod. A 11. életházban van a mérleg jegye, itt van a baráti kör, de a remények is. A remény egy párkapcsolat. Erre utal a mérleg jegye, és Uránusz bolygó van itt a 11. életházban, Uránusz bolygó visszatekintő, és ez a múltaddal áll összefüggésben,
és mivel a mérleg jegyében van, utal a párkapcsolatra, az jelent megint egy ilyen kármikus párkapcsolatot. Ami pedig a baráti kört illeti, neked fontos a kiegyensúlyozottság, a harmónia és az igazság. A 12-es életházban vannak a titkok, a Szkorpión jegyében, az jól illik ide, és itt van nálad a Hold és egy visszatekintő Neptun bolygó. A Hold az utal az érzelmeidre, kell mindig, hogy visszahúzódj, mert ez ad neked erőt, de nem is mutatod ki nyíltan, hogy mit érzel másokkal szemben, ahhoz kell, hogy valakiben bízzál. A visszatekintő Neptun bolygó mutatja az emlékeket és a csalódásokat is. Az nem biztos, hogy gyermekkori emlékekről van szó, az lehet, hogy mindaz, amit te átéltél a korábbi életedben, ezért te nagyon óvatos vagy, és nem vagy mindenkivel olyan nyitott. Kedves Arekito, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.